24.hu portálon látható nagy pályások sorozatunkban komoly nemzetközi karriert befutó, egykori IBS-es diákokkal találkozhatunk. A második epizódban ismét két sikeres ember életútját ismerhetjük meg. Bettina annak idején marketing szakra jelentkezett. Fő motivációja az volt, hogy az iskola egy brit és egy magyar diplomát ad. Düsseldorfból hamarosan Dublinba költözik családjával. Az év elején Budapesten, a Google magyar irodájában találkoztunk vele. Az IBS-en azt láttam, hogy nagyon nemzetközi a tanári kar, emellett ugye van egy nagyon-nagyon nemzetközi diáksereg is, amiből még többet tud az ember maga tanulni. Következő alanyunk pénzügyesként végzett 2011-ben az IBS-en. Jelenleg Berlinben dolgozik, repülőre ültünk, hogy személyesen találkozzunk vele. Péter startup cégnél keresi a kenyerét, vasárnap lévén egy üres irodába ülünk be. Pénzügyesként kezdtem, és pénzügyi elemzőként dolgoztam az IBM-nél, ami egy nagy amerikai multinacionális vállalat, és 2015-ben döntöttem úgy, hogy ugye karriert akarok váltani, vagy illetve szeretnék változtatni, és ugye a marketing irányába menni. Így döntöttem Dublin mellett, mert ugye az online marketing maga vagy egy érdekes, számomra egy érdekes szakma volt, és ugye akkor már eléggé felvirágzóban volt, és ugye Dublinban a nagyobb ilyen online marketinges cégeknek a jelenléte elég komoly. És ugye ott sikerült elhelyezkednem, és akkor ott egy ilyen jó bő 3 évet dolgoztam, tanácsadóként, meg ilyen ügynökségi fronton, tehát ott ügyfeleknek dolgoztunk, marketing kampányokon, reportingon, analitikán, és ugye önmagában az a tapasztalat már nagyon hasznos volt, és hozzásegített ahhoz, hogy az első berlini állást megkapjam, és ugye utána az első 2 év után Berlinbe pedig ide vezetett az út. Második évben ugye Ciprusra utaztam ki, és Nikóziában tanultam, először csak 1/2 évet terveztem, és utána hosszabbítottam 1 évet. Igazából az elején féltettek a szüleim, igen, és nagy kihívás volt ugye itt hagyni Magyarországot, és ugye külföldön egyedül boldogulni, de miután látták, hogy abszolút minden rendben van, és találtam egy nagyon jó társaságot, és ott találkoztam életem párjával is szintén az IBS alatt, így abszolút ők is megnyugodtak. Szerintem az első 3 hónap után. Szerintem ez a legfontosabb a mai világban egyébként, hogy hogyan tudsz más nemzetiségekkel, teljesen más mentalitással, más nézőponttal együtt dolgozni egy munkahelyen, és erre nagyon-nagyon jól felkészített szerintem az IBS ebben. Én jelenleg marketing igazgatói pozícióban vagyok, és a marketing csapatot vezetem itt a cégnél. Ugye ez egy szoftver cég, mobil applikációk elemzésével foglalkozunk mi ennél a cégnél. Az egyik fókusza a cégnek azért is UX-kem, mert ugye a UX az a user experience levonatkozik ugye a felhasználói élményre, tehát ugye abban próbáljuk segíteni az ügyfeleinket, hogy felhasználó barát applikációkat tudjanak építeni. Felhasználói frusztráció jeleket mérünk, ugye a szoftver képes azt is észlelni, hogyha valaki mondjuk mérges, és mondjuk egymás után sokszor így ezt ilyen rage tapnek hívjuk, ugye úgymond, hogyha valaki elakad ugye az alkalmazásban, és valami nem oké, ugye ezt a szoftverünk automatikusan észleli, és ugye erről ad információkat az ügyfeleknek. Nekem kislánykori álmom volt, hogy Amerikában tanuljak, így az IBS után rögtön jelentkeztem egy mesterképzésre San Franciscóba, és ott végeztem el tanulmányaimat. Úgyhogy én a mesterképzés után helyezkedtem el későbbiekben Németországban, Trivágónál, és most jelen pillanatban a Google-nél. Ugye például a Costa kávézó, gondolom ez ismerős számodra is, ugye ez a cég. Konkrét siker, amit velük sikerült elérni, ugye az a jelszó, vagy a belépési login képernyőhöz kapcsolódik. Például, hogyha most kimegyek Dublinba, ugye most jelen pillanatban költözöm oda, ott is van egy IBS-es török ismerős például, aki a TikToknál dolgozik, akivel fogok találkozni, és megmaradtak személyes kapcsolatok is szintén, hogy Amerikában is, és Magyarországon is. Én nagyon izgatottan várom, és a párom meg is szintén, hogy hogyan tudunk megint csak egy új országban integrálódni, és igazából megint csak egy új környezetbe helytállni.
meglátjuk, hogy ez lesz az utolsó desztináció, de még a mi tarsolyunkban, vagy még a mi listánkon még rengeteg más ország is szerepel. Szeretek Berlinben élni, úgy gondolom, hogy egy nagyon jó város. Sokban vannak hasonlóságok, ugye Budapesthez például, ami nekem személy szerint tetszik, közel van Magyarországhoz. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt a következő, tegyük föl legalább 10 évet, simán el tudom képzelni, hogy itt töltöm Berlinben. Kisfiam még csak 2 éves, úgyhogy még elég pici. De igazából amit nagyon-nagyon próbálunk neki megtanítani, az ugye a nyelvek, tehát ugye megtartani a magyar oldalt, a magyar tradíciókat, illetve ugye a másik oldalról a férjem dán, tehát ő pedig a dán tradíciókat és nyelvet próbálja neki szintén tanítani. Emellett ugye német bölcsödébe járt, úgyhogy ott megtanult a németet, mi pedig egymás között angolul kommunikálunk, úgyhogy ilyen szempontból ő egy ilyen nagyon nemzetközi közegbe lesz, és hát nekünk is, számunkra is mindig, amikor megkérdezik, hogy hol laksz, vagy melyik országhoz kapcsolnád magad, ugye mi is elkezdjük, hogy hát igazából itt születtünk, de itt élünk, és itt meg itt éltünk az elmúlt időszakban, úgyhogy mindig egy kicsit így nehezebb megszokni ezt, úgyhogy én is inkább a kisfiamnak ezt szeretném, hogy külföldön is későbbi évben meg tudja állni a helyét, és meglegyen neki is ez a nemzetközi környezet, amit megpróbálunk megteremteni.